Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Most ezt a vlogot, ezt az egyik kedvenc ilyen YouTube videósomnak, vloggeremnek a hatására csinálom, aki végül is így hát elindított ennek az egész videókészítésnek az útján. Őt Cibók Lászlónak hívják, keressetek rá YouTube-on, rengeteg videója van, vicces témában is, komolyabb témában is, edzés témában is. Nagyjából úgy nézek ki, mint ő. Nekem sincsen sok hajam, viszont ő kicsit izmosabb és magasabb, mint én, illetve van köztünk 10 év korkülönbség az ő javára. És hát végülis úgy indított elő Cibók Laci engem ennek a vlogolásnak az útján, hogy megláttam a videóit, láttam, hogy annyira szimplán, egyszerűen csinálja legtöbbször az autójából a videókat, amit most én is így leutánoztam. Direkt azért, mert most róla szól a videó. Annyira tök egyszerűen csinálja, nem visz bele látványelemeket, feliratok nem úsznak, nem villódzik, semmi így a képernyő, nincsenek bevágások, kivéve amikor edzős videókat csinál esetleg, mert olyan is van egy pár neki, illetve amikor így esetleg más helyszínen forgatja. Egyébként szimpla, egyszerű videók, és gondoltam, hogy most már akkor nekem is muszáj elkezdenem csinálni, mert régóta terve volt véve. Csináltam is már korábban ilyen termékes videókat, meg edzős, meg BMX-es videókat, de van rengeteg mondani valóm, és hát vártam, halaszgattam, húztam, hogy mikor fogom elkezdeni, különböző kifogásokat kerestem, illetve igazából egy darab kifogásom volt, hogy hát az előző telefonommal csináltam ugye nagyon sokáig a videókat, és azt láttam, hogy már a többi YouTube videóhoz képest, a modernebb videóhoz képest eléggé rossz a felbontása, és gondoltam, hogy mondom, én ezzel ilyen rossz felbontású videókkal nem akarok most már az internetre felkerülni, nem akarok feltölteni anyagokat, úgyhogy mondom, amíg nem veszek egy jó telefont, illetve amiben hát egy jó kamerát, addig nem fogok vlogolni. Aztán azt mondtam, hogy jó, most mondom, megláttam a Cibók Lacinak a videóit, azt hiszem, hogy először talán a kidobó sztorikra akadtam rá valahogy a YouTube-on, nem véletlenül, mert szerintem véletlenek nem nagyon vannak az életben, és nagyon megtetszett nekem az, hogy ahogy Laci beszélt arról a kidobós életéről, amit ő ugye, hát ő kidobóként dolgozik egy-két helyen, és olyan dolgokat mondott el, amikkel tudtam azonosulni, például azt is, hogy régen ugye, amikor én is elkezdtem diszkóba járni olyan 17 éves koromban, akkor mennyire tisztelték még az emberek a kidobókat, és mennyire más volt akkor a világ, és tényleg én is így voltam vele, hogy a haverokkal, amikor elkezdtünk sportolni, akkor volt olyan, hogy kidobók akartunk lenni, tehát istenként tekintettünk a kidobókra, hogy sportolnak, kemények, határozottak, magabiztosak, és egyszerűen tiszteltük őket, mi is előre köszöntünk nekik, és tényleg megtiszteltetésnek vettük, hogyha visszaköszöntek, vagy ne adj Isten, mondjuk egy edzőtelenbe összefutottunk velük, és volt olyan, hogy megengedték, hogy beálljunk hozzá fekve nyomni, amíg ő pihen. Tehát akkor aztán teljesen el voltunk magunktól, hogy XY-nal gyúrhattunk, mert megengedte nekünk. Tehát ilyen világ volt, és akkor hát azt hiszem, hogy ezekkel a videókkal így belopta magát a Laci a szívembe, és onnantól most már napra kész vagyok a mai nap, meg már egy ideje a videóival, minden nap várom, hogy mikor tölti fel az újat, és mindegyiket megnézem, és mondhatnám azt, hogy kivétel nélkül mindegyik tetszik, illetve ha éppen nem is vagyok mondjuk annyira szakértő a témában, akkor is találok benne olyan mondani valót, vagy olyan dolgokat, amikből így hát így profitálhatok, tehát hogy valami tanulságot merítek belőle. Tehát köszönöm szépen Cibók Laci, hogy csinálod a videókat, mert így engem is végül így kaptam egy ilyen löketet, hogy akármilyen telefonnal is kezdtem el, de nem az a lényeg, hogy ugye hát azzal kell dolgozni, amit van abban a pillanatban. Most éppen sikerült nemrég vennem egy újabb telefont, nem azt a drága, illetve hát kicsikét gyorsabb, meg nagyobb memóriájú modellt, amit kinéztem magamnak, de nem is baj, mert rájöttem, hogy igazából nincs is arra szükségem sem, meg annyi pénzem se volt, meg nem is akartam volna igazából ráadozni annyit, úgyhogy én viszonylag olcsóbb telefont vettem, de most már akkor ez sem állhatja gátját, vagy ez sem állhat az útjába annak, hogy én továbbra is vlogoljak. Javaslom, hogy keressetek rá Cibók Lacira, hülyeségeket ne kommenteljetek neki, mert úgy sem nagyon fogja olvasgatni, úgyhogy hát ennyit akartam. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok! Még egy dolgot kihagytam az előző videóból, azt, hogy Cibók Lacit én annyira megkedveltem, illetve hogy a videóit annyira megkedveltem, még ugye nem találkoztam vele személyesen, hogy tulajdonképpen ő az, akit minden nap nézek, tehát így az első számú kedvenc ilyen vloggerem lett. Hozzáteszem, hogy van egy-két eléggé nemzetközileg ismert név, akiket szoktam nézni, például megemlítem Randy Gage-et, csak ő inkább ilyen üzleti, illetve személyiségfejlesztős témákban csinál videókat, ő Miami-ban, Floridában él, illetve van egy-két helyen lakása, de Randy Gage-et sem nézem annyit, mint Cibók Lacit, tehát
valahogy ő nekem így eléggé kedvencem lett, ezt még így hozzá akartam tenni. Aztán majd hát mindenki eldönt, hogy mennyire jönnek be neki a videói. Na, köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, sziasztok, most már tényleg lerakom.